Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az első Baranyai Táncegyüttesek baráti találkozóján. Köszöntöm a városunkba érkezett kedves vendégeket, a zsűri tagjait, a fesztiválon résztvevő táncosokat, táncpedagógusokat és mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat. A találkozó a Csóri Sándor Alap és a Hagyományok Háza támogatásával került megrendezésre. Köszöntjük köreinkben Babinec Sándort, a Hagyományok Háza hálózati szakreferensét. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a Baranyában működő ifjúsági és felnőtt hagyományőrző és amatőr táncegyütteseknek egy szakmai, baráti találkozóra. Az együttesek lehetőséget kapnak, hogy koreográfiájukat színházi körülmények között mutathassák be egy háromtagú szakmai zsűri, illetve a többi táncegyüttes előtt. A fesztivál legfőbb célja, hogy Baranya vármegye csoportjai találkozhatnak, láthatják egymást, kapcsolatokat teremthetnek, ápolhatnak egymással. Mindezeken kívül e találkozóval szeretnénk emléket állítani egy nemrégiben elhunyt barátunknak, aki fontos szerepet töltött be az életünkben, és ma már nem lehet velünk. Alázatosság, kedvesség, barátság, közösség, család. És még sorolhatnánk a szép jelzőket, ha Janira gondolunk. Ő volt mindenki Jania. A név mögött pedig egy nagybetűs ember állt, akinek fontos volt, hogy a hagyományokat eredeti formájában, funkciójában, a táncot megélve adja tovább. A mai találkozón sokszorosan lehet kiemelni a bukovinai székhely táncokért végzett alázatos és kitartó munkáját. Csak köszönni tudjuk neki, hogy dolgozott, tanított, barát volt. Azt, hogy ismerhettük. Gondolkodása, mentalitása, legyen példa. Adjon gyógyulást ez a gondolat nekünk is, mely tőle származik. A tánc felemel, erőt ad, gyógyít és közel visz a szívekhez. Emlékezzünk meg Radák Jánosról, és a következő dallamot hallgassuk meg az ő tiszteletére. Thank you.
Szeretném bemutatni a zsűri tagjait. Defend Irén táncművész, koreográfus, a Corvinus Közgáz Néptánc Együttes művészeti vezetője. Szakmai elismerései: Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés, a Magyarországon és külföldön egyaránt elismert autentikus néptáncművészeti, valamint kimagasló néptáncpedagógusi tevékenység elismeréseként. A Martin György Néptáncszövetség művészeti vezetői nívódíja, a Táncház Egyesület és az OTP Bank Táncház érme. Hánkakas István néptáncpedagógus, a népművészet ifjú mestere, örökös aranysarkantyús táncos és táncházdíjas. Sikentánc Szilveszter, táncpedagógus, koreográfus, a Fóti Népművészeti Szakgimnázium tanára, örökös aranysarkantyús táncos, a népművészet ifjú mestere. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet ösztöndíjasa, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke. Hamarosan kezdetét veszik a bemutatók. Az első részben 7 produkciót láthatnak, ezt követően szabad program lesz, majd 16 órától a bemutatók második részében további 5 koreográfiát tekinthetnek meg. A program 18 órától a Közösségek Házában táncházzal folytatódik, melyben a muzsikát a Találkozó központi zenekara, a Sárarany fogja szolgáltatni. Ezzel egy időben a zsűri szakmai értékelésre várja az együttes vezetőket. A Találkozón Rákos Ildikó profi fotós készít fotókat. A Kökényi Matusek László Horvát Kulturális Egyesület vegyes karként alakult meg 14 fő lelkes kökényi horvát részvételével 2000-ben, azzal a céllal, hogy ápolja és megőrizze elsősorban a helyi, kökény környéki, baranyai, illetve az ország más területén élő horvátok népdalait, népzenéjét, hagyományait. Ezért is vette fel az együttes az egykor kökényben is dolgozó kántortanító Matusek László nevét, aki gyűjtő munkájával nagyban hozzájárult a baranyai horvátság gazdag hagyományainak megőrzéséhez. 2007-ben a környékbeli bosnyák horvát településről táncoslábú fiatalok csatlakoztak a kórushoz, így a kibővült csapat a Matusek László Horvát Kulturális Egyesület néven már komplex módon az itt élő horvát nemzetiség ének, népzenei és néptánc hagyományait őrzi és ápolja. Most pedig Vidákovics Antal Baranyai Horvát Táncok című koreográfiáját mutatják be. Kísér az Egyesület zenekara, fogadják őket nagy szeretettel. Yeah.
a Sátorhelyi Néptánc Együttes. 2003. novemberében az egy közösséghez tartozás vágya hívta életre a Sátorhelyi Néptánc Egyesületet, amelynek alapítói közül akkor még kevesen ismerték a magyar néptánc világát, de elszántan fogtak bele annak elsajátításába. A kezdeti próbálkozásokat követően számos új taggal bővült a csoport, s a néptánc, a zene, a dalok, népi hagyományok szeretete nem csak táncosokat, hanem családtagokat, barátokat is az együttes alkotó, támogató tagjává tett. A táncegyüttes szűkebb térségünk néptáncait megtanulva és bemutatva igyekszik a régió és az ország néptánc kincseihez saját értékeit hozzáadni. Folyamatos törekvésük a néptáncos bázis szélesítése, ezért 2016. szeptemberétől két korosztályban is gyermeknéptánc csoportot indítottak. Ezáltal az Egyesület szervezeti keretein belül valamennyi korosztály számára hozzáférhető a magyar néptáncoktatás. Az Egyesület koreográfusa és táncoktatója Vas Oszkár és Vasnéppap Viktória. Mai műsoruk címe, melyet a vezetők koreografáltak, Polgári hangulatok Csallóközből. Kísér a Sárarany zenekar.
Szigetvári Néptánckör Egyesület következik. A Szigetvári Néptánckör Egyesület 2003-ban alakult, így idén ünnepli működésének 20. évfordulóját. Az együttes hiteles forrásból tanulja Kis- és Nagy-Magyarország táncait. Az elmúlt 20 évben számos környékbeli település falunapján és más kulturális rendezvényen vett részt az együttes, a repertoárt alkotó táncokkal, Rábaközi, Somogyi, Mezőföldi, Tardonai, Kartali, Nyírségi, Moldvai, Felcsíki, Visai, Széki és Felvidéki koreográfiákat bemutatva. Külföldi vendégszerepléseik voltak a horvátországi Cakovecben és Sisakban, a romániai Aradon, a franciaországi Vassziban és a németországi Eppingenben. Ezek közül az Egyesület Eppingennel ápol nagyon jó kapcsolatot. Szigetvár testvértelepülése az elmúlt 20 évben szinte minden óvárosi fesztiváljára meghívta a néptánccsoportot, és a lehetőségeikhez mérten a csoport ott is népszerűsítette ezt a különleges és szinte egyedülálló néptánckincset. Mai bemutatkozó táncuk Gáber Attila koreográfiája Mezőföld táncait szedi egy csokorba. Címe Béres legény Lilium. Kísér a Sárarany zenekar. Thank you.
Következő fellépőnk a Mecsek Táncegyüttes 1955 óta gazdagítja Pécs városának kulturális életét. Pécset talán nincs is olyan család, aki valamilyen kis szállal is, de ne kötődne hozzájuk. Nagy múltra tekintenek vissza, és még messzebbi időkbe nyúlnak, hogy hiteles, eredeti formákra, mozdulatokra leljenek. Gyökereink minél alaposabb feltárása mellett nagy gondot fordítanak arra, hogy tevékenységük a jövőbe mutasson. Az együttes vezetői Kis Drozdovszki Dóra és Kis Gergely Pekka. Következzen a Mecsek Tánc Együttes Táncemlékek Tyúkodról című produkciója, melyben szatmári táncokat mutatnak be. A koreográfiát készítették az együttes vezetői. Okay.
táncegyüttes 2001-ben alakult a Harkányi Művelődési Ház és az Önkormányzat támogatásával. Az együttes a Kárpát-medence táncainak és hagyományainak tanulásával és megismerésével foglalkozik. Az együttes munkájának célja a paraszti kultúra és hagyomány életben tartása, hagyományteremtés, művelődés, szórakozás, szórakoztatás és a néptánc megismerése. A néptánc együttes vezetésének célja volt, hogy Harkány városában évi rendszerességgel olyan programokat hozzon létre, amely a város lakossága és a turisták felé bemutatja néptáncunk hagyományait. A Harka Néptánc Együttes 2015 óta tagja a Déli Kapu Folklór Szövetségnek, és rendszeresen vesz részt a kapcsolódó rendezvényeken, 2017 óta pedig a Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesületnek. Az együttes művészeti és tánckar vezetője Donáci Károly. Most pedig Kádár Ignác Felcsíki Táncok című koreográfiáját mutatják be. Kísér a Sárarajt zenekar.
Következik a Pöndői Néptánc Együttes. Az együttes 27 éves múltra tekint vissza. Elsődleges célja a Kárpát-medence néptánckincseinek autentikus megőrzése, éltetése és színpadra vitele, nagy hangsúlyt fektetve Baranya megye tánc hagyományaira. Az utánpótlás a Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola keretei között biztosított, és háttérként a Pöndői Néptánc és Hagyományőrző Egyesület áll. A pöndőjösök jelenleg közel 200 főt foglalkoztatnak néptánccal, népzenével és népi énekléssel. Művészeti vezetőjük Németh Csilla, tánckarvezetők Potpác Beáta és Kirk Zoltán. Produkciójuk címe Hegyen innen dombon túl, melyben budatelki táncokat mutatnak be. A koreográfiát írták a csoport vezetői Potpác Beáta és Kirk Zoltán, kísér a Sárarany zenekar. Thank you.
A Misina Néptánc Együttes és Táncszínház, illetve háttérszervezetként a Misina Kulturális és Táncegyesület 2004-ben alakult Pécsett. Jövőre ünneplik 20 éves jubileumukat. A Misina generációkon átívelő kulturális tevékenységével a régió egyik kedvelt színpadi közreműködője, egyúttal aktív közösségi szervezője is. A pécsi és Pécs környéki kulturális eseményektől kezdve a dél-dunántúli fesztiválokig, illetve nemzetközi programokig. Az együttes hívószava a közösség, valamint a minőség, amely a táncműhelyben életminőséget jelent. Az együttes gyermektánc mozgalma dr. Andrásfaldi Bertalan javaslatára a Pécsi Értéktár eleme 2013 óta. Az együttes a mai napig a professzor úrtól kapott útravalóhoz tartja magát, és amelyet szeretettel osztunk meg önökkel is. A hagyományos népi gyermekjátékok lényege a közös alkotás öröme, nem a másik legyőzése. Ma sportjátéknak nevezik azt, aminek lényege ki a jobb, a gyorsabb, ügyesebb, erősebb. És ma már szépség, ének, matematika verseny is van. És ahol egy győztes, ott sok vesztes van. A régi népi játékokban nincs vetélkedés. A közösség élménye a fontos. A jó játék öröméért a gyermek lemond önös akaratáról, és cserében nagyobbat kap. Ezt nem lehet tanítani, megparancsolni, csak megszerettetni. Így helye lesz a közösségben, és elfelejti szorongását. Következik Neofolk Gálber Attila, Édesanyám Rózsafája című koreográfiája. Színpadon a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház. Thank you.
A bemutatók második részének első fellépője a Magura táncegyüttes. Az együttes a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában alakult, és máig a középiskolás tanulók adják a bázisát, kiegészülve a már végzettekkel. 16 évig Radák János vezette a tánckart, készítette a koreográfiákat, elérve azt, hogy a fiatalok a néptánc nyelvét egyfajta anyanyelvként éljék meg és műveljék. Koreográfiánk Demeter Antalné született Jánó Anna kiváló moldvai csángó énekes emléke előtt kíván tisztelegni, kinek dalai, balladái, meséi felbecsülhetetlen értéke népi kultúránknak. Az együttes művészeti vezetője Várszegi Csaba, tánckarvezető Csokona Roland. Fogadják sok szeretettel Csokona Roland Táncok Moldvából Jánó Anna néni emlékének című koreográfiájukat, Kísér a Keptár zenekar. Yeah.
következő fellépünk a mai napon már színpadra lépett Hargatánc együttes. Második produkciójuk címe Bukovinai táncok. A koreográfiát készítette Radák János. Kísér a Sárarany zenekar. Szalmából van a lába, mi az volt?
következzen a Misina Néptánc Együttes és Táncszínház mai második produkciója. Simon Réka, Turi Endre, azt az Egyet áldja meg a Teremtő című koreográfiáját tekinthetik meg, melyben Vajda Szent Iványi táncokat mutatnak be. Kísér a Sárarany zenekar. Thank you.
Táncegyüttes mai második produkciója következik. Kis Drozdovszky Dóra, Kis Gergely, Ha felmegyek a Buzai Nagyhegyre című koreográfiájukat tekinthetik meg. Kísér a Sáranagy zenekar.
Most pedig műsorunk zárásaként következzen a Böndöly Néptánc Együttes Farkas Tamás, Farkas Ágnes, Gyergyai Aprószentek című koreográfiája. Fogadják őket sok szeretettel!